Ma reggel elég fáradtan álltunk oda a rajthoz, legalábbis én magamról beszélek. Viszont ahogy elrajtoltunk utána 2-3 kilométer múlva, hogy beértünk a dűnékbe, elfelejtettem, hogy nincs kedvem versenyezni, és már is volt. Úgyhogy annak viszont nagyon örültem, hogy tényleg nagyon jó, változatos pálya volt ma, nehéz volt, sok dűne volt, ástunk is egyet, megakadt két kamion, meg két másik kis buggy előttünk, ki akartam kerülni, de rossz irányt vettünk, úgyhogy ott hátra kellett tolatni. Utána viszont kiválóan ment az egész, majd segítettünk az egyik CP-nél az egyik buggynak, akinek kifogyott az üzemanyaga, behúztuk a tankolózónába, úgyhogy tényleg rengeteg dolog történt. Az autó viszont kiválóan működött, úgyhogy és nagyon élvezetes szakasz volt ez a mai. A Laci az húzogatta a Strigulát, mert rengeteg kamiont és ilyen kis side-by-side-ot előztünk meg, körülbelül 50 autót egyébként ma. Rengeteg homok volt az elején, sok dűnével, és nagyon szép dűnék voltak tényleg. Az az igazi dakaros érzésem volt, hogy na, itt vagyunk, és ráadásul nem úgy volt, hogy volt egy kis dűnesor, hanem tényleg az a 20 kilométeren keresztül csak dűne, és utána is voltak ilyen technikás szakaszok, voltak ilyen gyorsabb szakaszok, pláne itt a legvégén. Változatos volt ma.